Sziasztok, szép napot, üdvözlök mindenkit! Folytassuk a magas szinti programozási nyelvek egy tárgyat. Ezúttal a GUI programozás alapjába fogunk bepillantani, de persze fő fősodorvonal továbbra is az objektumorientált programozás lesz, de most megnézzük ennek a gui programnak tulajdonképpen a GUI részét. Kezdjük el egy előadással, ez most tényleg egy rövid prezentáció lesz. Mindig ígérem, hogy rövid lesz, azt ilyen 40 percig tart. Ez most tényleg ígérem, hogy viszonylag rövid lesz. Pár ilyen programozási eszközt nézünk meg, ami, ami fontos most nekünk. Tehát tényleg, ami, ami, ami nélkülözhetetlen. Lesz közt olyan, ami hát nagyon alacsony szintű, és közvetlenül fogjuk megint a memóriát úgymond kezelni, használni, de elkerülhetetlen, sajnos megbeszéljük, hogy miért, jó? Úgyhogy tulajdonképpen jóról lesz szó a GUI-ról, hogy mi is az pontosan meg hogyan működik, ugye a szoftverünk egyes rétegei. Most itt ne olyanra gondoljatok, hogy ilyen ilyen komplexebb szoftverek, meg szoftverfejlesztés, hanem csak az, hogy nálunk most mi az érdekes. Később erről fogtok nagyon részletesen tanulni. És aztán megnézzük ezt kódba, illetve beszélgetünk ezekről a callback is, hogy hogy hogyan is kapcsolódik a GUI a mi programunk kódjához, kódjához tulajdonképpen. Jó. Úgyhogy ugye, ugye nyilván beszéltük már az elején, hogy ez egyfajta input-output eszköz. Ugye maga a GUI Devprogon gyakorlatilag csak konzolt használtunk, tehát a termináról olvastunk be, odaírtunk ki. Hát ez akkor még megfelelő volt, nyilván az alapokat ott talán egyszerűbb átnézni. Nem biztos, hogy szerencsés rögtön GUI programozással kezdeni, de ez csak egy, egyféle verziója az input outputnak. Alapvetően a, a, szoftverek közül én azt mondom, hogy talán a professzionális szoftverek, illetve ezek a nagyon CSR számok vannak úgymond ilyen CLI-sre elkészítve, tehát amit tulajdonképpen csak a konzolt használja. Azért a legtöbb user szoftver valamilyen gui -val rendelkezik, nyilván azért egy gyártak felhasználó nem valószínű, hogy szeret a, parancsorba kotorászni, főleg Windows-on, úgyhogy, úgyhogy kell valamilyen GUI interfész. És euh, ugye ez használni egy GUI library-t, ugye itt főleg ilyen Mekes és Windows alkalmazásokat mondhatnánk, de igazából itt mondhatnánk mobil platformokat is már, mert ott is van GUI, sőt hát ott igazából csak GUI van, leszámítva egy, -egy ilyen szoftheket, ahol elő lehet csalni a, a, a konzolt is de alapvetően itt mindenhol valamilyen gui van, valamilyen gui használunk. És akkor itt ugye bejöhet ilyen drag and drop, hogy az, hogy működik, akkor ez a, beszéltük erről, watch you see, watch you get, tehát amit írsz a kódba, az fogod látni a képernyőn, jó esetben természetesen, illetve hogyha már eljutsz oda, hogy a program elindult és működik. És ugye ehhez kell egyfajta megközelítés, egyfajta ilyen programozási megközelítés, és ezt hívjuk ilyen event driven program designnak. Erről is fogtok később beszélni részletesen szoftverfejlesztés emlékeim szerint. Nekünk itt most tulajdonképpen ez annyiban érdekes, hogy, hogy, ugye maga a program vár valamire. Várja azt, hogy valamit kattintsunk, vagy, vagy valamit húzzunk át, vagy valami ilyesmi. Ugye alapvetően, hogyha emlékeztek a, a konzolra, ott ugye, amikor bekértünk valami inputot, ugye elindult a program, és villogott a kurzor, hogy valamit írjunk be. Picit hasonlóan működik a GUI is, ott is ugye várunk valamire, mondjuk egy gombnyomásra, vagy, vagy valami hasonlóra, és ugye ez lesz az majd nekünk a mi programunkban, ez a wait for button hívás, hogy ugye várunk arra, hogy megnyomjuk a next gombot, vagy valamit. Jó. Eddig legalábbis ugye a Next gombra vártunk, az lehetett e, valamit csinálni, hát vagy kilépni, vagy ugye a következő e, ilyen e, ábrákat kirajzolni, esetleg valami hasonló. Jó, hát ilyen event programozási eszköz, ugye például egy webbrowser, vagy, vagy mint hogy event e, program, tulajdonképpen egy ilyen webböngésző is, e, ott is ugye kattingatunk, és valami történik a böngészőbe. Jó, hát milván a böngésző mögött valamilyen HTML és vagy, vagy script nyelv, van. ez általában ilyen távoli hozzáféréses dolog, ugye, valamilyen információt cserélünk a szerverrel. Később fogtuk erről tanulni lesz külön webfejlesztéstárgy, illetve ilyen webtechnológiák tárgy is, ott ezt le fogjátok rágni. Bőségesen. Általános GUI feladatokat mondhatunk, ugye valamilyen cím, vagy szöveg, hát itt nyilván ilyen, ilyen neveket írhatunk be, meg, meg ilyen felhasználói adhatunk esetleg a programnak, bár azért egy kicsit ritkább. Ugye ilyen különböző fieldek és dialogboxok, tehát ilyen párbeszédpanelek, talán ez lehet a magyar jó, neve, jó magyar neve ennek, és akkor ilyen input-output boxokat hozhatunk létre emellett ilyen gombok is vannak, ugye, mivel a user kezdeményez valamit, különböző ilyen választási lehetőségek, ilyen igen, nem, vagy valami hasonló. Ugye nekünk a Next, ugye, hogy, hogy lépjen a következő részére a programnak, tehát menjen tovább. Ezeket lehet így állígatni, meg ezeket lehet így nézegetni. És ugye nyilván itt itt ö, ezeknek millió fajtája lehet, tehát tényleg rengeteg ö, rengeteg fajtája lehet ezeknek a, a gomboknak, meg fieldeknek, meg mindenféle. Most nyilván mi párat meg fogunk nézni, így a példakedvér később. Ö, de tényleg ezek az alapjai ennek a, a GUI programozásnak, tulajdonképpen ezek az eszközök. Tulajdonképpen ennyi alapvetően a, a amit itt most meg fogunk kicsit jobban nézni. Írunk majd egy ilyen kis, kis programot is, ami, ami picit több gombot, meg picit több féldet használ, mint amit eddig néztünk. És tényleg csak egy kis példát nézünk. Az ilyen advanced GUI library, mint például a QT vagy JavaFX, tényleg rengeteg ilyen úgynevezett eszközt használ, és rengeteg rengetegféleképpen tudjuk ezeket paraméterezni, állítgatni hát tényleg határtalan a, 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 lehetőség. Jó. És hát, hogy egy általános GUI feladatokat, mint mondhatunk, ugye valamilyen eredmények mutatása, ilyen alakzatok, szövegek, számok, legyen az ablak szép, tehát tervezzük meg szépre, valamilyen stílus tudunk nekiadni, szín tudunk nekiadni. Ugye általában van egy ilyen alapértelmezett, ilyen default kinézet, ami ugye, ugye ilyen oprendszer specifikus. De hát ezeket tudjuk állítani. És akkor vannak ilyen haladó eszközök, így az egér követése, drag and drop, kézírásfelismerés, ezek is már viszonylag izgalmasabbak is. Hát jövő héten fogunk nézni előadás feladatokat, ahol én egér követését fogunk megnézni, az, hogyan működik, meg egy pár ilyen, ilyen haladóbb eszköz tulajdonképpen. Hogy, hogy, ezeket hogyan tudjuk álligatni, Hát nyilván azt már qt fogjuk, nem pedig ebben a fultikben. qt egy picit szerintem kényelmesebb ezeket, ezeket használni. Jó. És akkor ugye a GUI két dolgot valósít meg ilyen programozási szempontból. Egyrészt az object-oriented programming, ugye a közös interfész, közös működés, illetve a események, tehát ez az event-driven programming, ugye a egérgomb megnyomása és az egyéb ilyen, ilyen eszközök egérkövetése hasonlók. Jó. És akkor ugye, hogy, hogy néz ki a, a mi programunk így, így rétegelve e, valamelyest? Ugye, hogy van a programunk, e, azon van valamilyen GUI, e, illetve tulajdonképpen ez a e, grafikus interfész library, amiben vannak ugye ilyen alapszolgáltatások, illetve ilyen egyéb eszközök felhasználóknak e, ilyen gombokat tud készíteni, input-output boxokat tud készíteni és hasonlók. Ez alatt van ugye a fultik, ami ugye hát amellett, hogy alakzatok rajzolását is tudja, ezeket a, a GUI elemeket is implementel, tehát ilyen gombokat, meg egyéb, egyéb, ilyen eszközöket. És akkor ez alatt van valahol ugye az oprendszernek a, 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 GUI eszközrendszere, amivel ugye ezeket megjeleníti, tehát kiteszi a, a képernyőre. Ezeknek lehet alapértelmezett kinézete, mi adhatunk neki egyéb kinézetet, ez teljesen ránk van bízva, és ez alatt van ugye valahol a hardverünk, tehát az eszköz, ami ugye a driveren keresztül kommunikál ugye az op rendszerrel. Jó. Hát valahogy ilyesmi a nagyon leegyszerűsített rétegelt modellje a mi programunknak. Szerintem erről beszéltünk már, de azért jó ezt még egyszer fölvillantani. És akkor pár példa, amit ma meg fogunk nézni, ugye ez lesz az első, hogy ilyen gombokat fogunk készíteni, illetve pár ilyen szövegbekérő, meg szövegkiíró mezőt, és ez tulajdonképpen annyit fog csinálni, hogy ahogy írogatjuk be ide a számokat, úgy szépen rajzol ki nekünk egy ilyen open polyline-t. Hát ezt fogjuk ma az óra végén, remélhetőleg ezzel zárjuk, ez lesz az utolsó rész valószínűleg eddig azért el fogunk jutni. Jó, és akkor ugye itt jöhet a kérdés, hogy mit és hogyan, hát ugye különböző gombok, inbox, outbox, ablak, hogyan definiáljuk a, az ablakot, a gombot, a dobozokat, kattintunk, és valami történik, Öm, hogyan kössük a, a, a gombot a programhoz. Ugye? Tehát ha megnyomunk egy gombot, akkor mi mondja meg azt, hogy mi történjen, hogyan mondjuk meg azt, hogy mi történjen akkor ugye valamit beírunk ebbe az inboxba, ugye amit itt láttok, azt hogyan kapjuk meg mi a programunkba? Tehát hogyan kerülnek be ezek a számok majd a programunkba? Hogyan tudjuk egyáltalán, hogy ezek számok? Tehát már az is olyan, hogy, hát most akkor nem tudom, a szöveget írunk, akkor mi történjen, írjunk egy hiba hibaüzenetet? Tehát ezeket azért e, föl kell tennünk ezeket a kérdéseket. E, ugye láttuk a kimenetet az outboxba, hogyan tesszük azt oda? Akkor, akkor, valami megjelent az ablakból, ugye vonalak, azt azt hogyan rajzoljuk ki újra. Talán ez már lehet, hogy, hogy menne. De azért ezek érdekes kérdések, hogy ezek hogyan működnek, hogyan tudjuk ezt, ezeket megtenni. Jó. És hát ugye ezt valahogy le kell képeznünk, ugye, hát nyilván a, a programozónak ez a feladata, hogy a, a gondolatait kávé segítségével programkóddá alakítsa. Ez lesz a mi dolgunk ma. És akkor létre fogunk hozni egy új osztályt. Ugye eddig Simple Window osztályból példányosítottuk mindig az ablakot, és azon volt egy Next gomb, illetve valamit rárajzoltunk. Hát most lesz egy ilyen Lines window -unk. Ez lesz az a vonalrajzoló ablak, amit az imént mutattam és ugye itt már szépen látszik, hogy itt fölveszük a gombokat, ilyen inbox, outbox példányokat, megírjuk ugye a függvényeket, mi történik, ha nextre, mi történik, ha qi uh, nyomunk, és bizony majd lesznek nekünk ilyen callback függvényeink is, de nem szaladok előre, amint odaérünk, beszélünk erről. És akkor Hát ez a, ez a Lines Window, ez egy ilyen ablakot fog nekünk ö, példányosítani, így fog kinézni a, a Lines Windownak egy példánya. Látjátok ezeket a szövegbekérő és kiíró, valamint különböző gombok, Így néz ki. Jó. Megírjuk majd nyilván a konstruktort, most ne jegyetek meg. Ö, hát mint egy karácsonyfa, de tényleg. Rá fogunk majd nézni, és tényleg megírjuk, részletesen el fogom mondani sorról sorra, hogy, hogy, mi történik. Jó. Na, és akkor ugye pár ilyen fogalom, ugye ez a widgetek, buttonök és a callback, ugye a, szerintem ezekkel a fogalmakkal már úgy helyek közzel találkoztatok, még hogyha nem is programozóként, de felhasználóként ugye a widget az valamilyen működésre képes dolog. Tulajdonképpen ez, hogy widget, ezt tényleg így hívják, ez a hivatalos neve a widgetnek. Tehát vagy valamilyen gomb, vagy valamilyen szövegbekérő mező, vagy, vagy valami, akármi. Jó. Ugye a button egy ilyen widget, amely egy feliratozott alap tulajdonképpen, amit persze be is színezhettek, meg neki valamilyen outline, tehát nem kötelező a default kinézet. Ugye erre mondtam azt, hogy, mond, hát erre mondhatjuk azt, hogy hogy ugye egy gombra bármilyen képet rá lehet rajzolni. Ugye, attól az a gomb még működni fog. Tehát nem muszáj a, egy sima ilyen stock next felirat, rá lehet tenni valami szép képet is. Teljesen egyedileg paraméterezhető és hogyha rákattintunk erre a gombra, akkor trigger erődik egy callback. Na mi ez a callback? Ez az a, a, dolog, ami összeköti a gombot a programunkkal. Jó? Tehát tulajdonképpen ez a függvény fut le, hogyha rákattintunk a gombra. Jó? És ez az, amit majd össze kell kötnünk, és egyébként ez az a része a GUI programozásnak, ami talán egy kicsit a nehézséget jelentheti, már így alacsony szinten nyilván, mert egyébként önmagában is meglehetősen nehézkes tud lenni a GUI programozás, de ezeknek a callback a megértése szerintem kulcsfontosságú ahhoz, hogy, hogy, később ilyen egyszerűbb gui felületeket meg tudjatok írni. Hát a másik fontos ugye az a párhuzamos programozás, tehát a különböző szálaknak a kezelése, de az nem feltétlenül téma, téma itt egyelőre birkozunk meg a callback-ekkel. Jó. Na és akkor, hát hogy hogy néz ki egy ilyen widget, hát nagyon egyszerű, van, lesz hogy widget osztályunk, ezt éppként nem fogjuk megírni, ezt csak felvillantom kódba, mert ez nagyon hosszadalmas tehát a widgetet is, meg a, a a inbox, outbox, ezeket tényleg csak meg fogjuk most nézni, meg nem egyedileg, nem, nem írom meg most külön, csak megnézzük, átbeszéljük, hogy, hogy mi, mi, ott az érdekes. Jó? Amit itt látunk, hogy egy ilyen gomnak mi kell, ugye kell egy koordináta, ahogy az a szokott módon, kell egy méret, a szokott módon, kell egy string, ugye, hogy mi legyen a felirat, itt ilyen egy, egy, ilyen konstant string referencia, illetve egy callback, ami trigger elődik, hogyha megnyomjuk a gombot. Jó? Egyébként az ősosztálynak a widget konstruktorának kell csak, tehát az ősosztály konstruktorának kell csak ezeket átadnunk, tehát viszonylag egyszerű a dolgunk. Ami itt fontos, hogy tényleg itt látjuk azt a callback amit hívnunk kell, tehát amilyen működést kell adnunk, amikor a gombot megnyomjuk. Jó. Ezt mindjárt megnézzük, hogy ez pontosan hogy néz ki, de látjuk, hogy azért, azért nem olyan bonyolult ez, a callback rész lesz majd az érdekes. Jó. És akkor ugye hogyan működik, ugye nyilván először ugye mondjuk, hogy hol tehát meg kell mondanunk azt, meg kell mondanunk azt, hogy hogyan nézen ki a gomb, ugye ezeket azért a konstruktorban úgy nagy részt megmondjuk, rajzolhatunk is rá, persze ez az opció is megvan, de ezek ugye az egyszerűbb dolgok. Ugye ezután regisztrálnunk kell a callback tehát úgymond meg kell mondanunk azt, hogy igen, ehhez a gombhoz rendelt hozzá ezt a callback tehát ezt a függvényt, ami majd hívódni fog, ha megnyomjuk. Nyilván a gombot fel kell csatolnunk az ablakra, egyébként hasonló módon, mint az alakzatainkat, tehát tört vonalat, kört, bármi egyebet, ugyanúgy fel kell csatolnunk az ablakra, ugye ezután szépen a fultik regisztrálja ezeket a dolgokat, ugye a callback a különböző viseteket az ablakon, elindítjuk a programot, ki is rajzolja, ugye nyilván ki kell rajzolnia, és amikor megnyomjuk a gombot, ugye a fultik hívni fogja ezt a callback -et. Jó? Hát a callback meg tulajdonképpen a mi kódunk, ezt majd igyekszünk amennyire csak lehet szépen egyszerűen tartani. Tehát a callback majd igazából hívni fog egy függvényt, ami majd lefut. Erről is majd fogunk beszélni, hogy ez miért érdekes. Most tényleg csak legyen egy előre, ennyi elég. És akkor így szépen rajzolgatni fogja nekünk a vonalat. Ugye ahogy mondjuk a, nyomjuk a next pointot, mi a teendő, ki kell olvasnunk ezeket a koordinátákat, be kell írnunk ide, hozzáadnunk ez az open polyline linehoz egy újabb pontot, és újra kirajzolnunk. Tulajdonképpen a next point gomb nagyjából ennyit fog csinálni, viszont ezt folyamatosan. Jó? Tehát beírunk egy másik koordinátát, megint megnyomjuk, megint kiírja ide az előzőt, és kirajzolja. Jó. Hát a qit pedig kilépünk, azért azt gondolom nem olyan vészes. Jó. Oké, okay. és akkor kicsit a widgetről. Alapvetően Tényleg ez, ez olyan, hogy, hogy ilyen Windows és X-Windows rendszereken, hogy, hogy minden, ami látható, és csinál valamit. jó Ezt ilyen Microsoft terminológiában kontrollnak is nevezik, hát ha még úgy nevezik, régen windows már a Windowsos világ, hát régen volt már nekem, azóta lehet, hogy már nem kontroll a neve, maradjunk annyiba, hogy a widget szerintem egy ilyen hivatalosabb, vagy hát hogy mondjam, egy elterjedtebb kifejezés, és akkor látjuk itt is alapvetően, itt egy ilyen callbacket fogunk átadni ugye a szokásos dolgok mellett, és így nyilván hozzá is tesszük, és valahol itt lesz, itt fogunk kapcsolódni majd ugye a library-hez, hiszen ezek a widgetek majd valamit fognak csinálni. De ezt is majd csak áthutjuk, mert ez tényleg hosszadalmas lenne itt most megírni. De ott van a forrásban, megnézzük. Jó és akkor egy buton, a button egy ilyen widget, ami egy feliratos téglalap, ha rákattintunk, akkor ugye a callback hívódik, vagy hát hívjuk a callback vagy triggerelődik talán ez a jó szó rá, és akkor ezt már az imént felvillantottam, tulajdonképpen ez is így működik, és a callback pedig tulajdonképpen azt mondja meg, hogy, hogy mi történjen. Ugye nyilván itt nagyon sok implementációs része van rejtve, itt majd nagy valószínűséggel látni fogjuk, hogy, hogy a, egy full tick button példányt fogunk létrehozni. Megmutatom majd ezt a kódba, beszélünk majd erről is. Jó. Oké, és na, és akkor ami, ami a, a nem szép része talán a dolognak, ugye Nekünk kell egy interfész a rendszerhez. Na most ezeket a, az interfészeket a rendszerhez ö, nem tudjuk igazából nyelv-specifikusan elkészíteni. Ö, igazából a rendszer ö, nem tudja, hogy mi, mi C++-ba vagyunk, vagy Java-ba vagyunk, vagy c vagy akármilyen egyéb, ö, egyéb rendszerbe vagyunk ezért kell valami, amivel ezt, amivel ezt tudjuk helyettesíteni, és erre fogunk majd készíteni ilyen függvény típust, és ez lesz majd ez a callback típus, és tulajdonképpen amikor megnyomjuk mondjuk itt a QIT gombot, itt konkrétan, akkor amint nekünk át kell adni ugye ez az ablak ablaknak a címe, tehát hogy, az, hogy hogy nyilván melyik ablakba nyomtuk meg a QWID gombot, hiszen ez számít, és ennek az ablaknak, ugye, amit itt látunk, meg kell hívnunk a megfelelő függvényét. Jó? E, igazából itt is elvégezhetnénk azt a műveletet, amit a QWID csinál, hát ebbe az esetben csak ki fog lépni a program, viszont szerencsés szétválasztani e, ezeket, hiszen ezek a callback akár e, bonyolultabbak is lehetnek, látni fogjuk majd, amikor a vonalrajzolást csináljuk, tehát nem a q hanem a Next gombot nyomjuk, hogy ott bizony már sok minden történik, sok minden csinálunk. Nem lenne szerencsés az, hogy, hogy, hogy ide írnánk meg azt. Ugye alapvetően is szeretnénk azt, hogy, hogy ezeket a, az ilyen callback-eket, amik ilyen nagyon alacsony szintű függvények, azok, azok legyenek elkülönítve a mi magas szintű működésünktől, magas szintű függvényeinktől. Jó? Odaérünk, megnézzük ezt is. Jó? Meg arról, hogy mi ez a reference to, mert ez se egyszerű, de a kódba megnézzük majd mindenképp ezt is. Jó. És akkor itt pedig látjuk magát az action kódot, tehát az, az a QIT függvény, amit hívtunk ugye itt az imént, ez pedig csak hide egyet, Uh, hát, a fulltick-be hajt függvényt kell hívni. Uh, tulajdonképpen ez fogja destroyolni az ablakot, tehát eltüntetni az ablakot. Hogy miért hajt, fogalmam sincs, ez lett a neve. Jó. És akkor látjuk itt a next függvényt is. Uh, látjuk, hogy ez egy kicsit hosszabb uh, dolog. Ezért is nem szerencsés, hogyha ezt a next uh, függvényt egy-az egybe beírnánk a callbackbe, mert uh, Tényleg jó ezt, jó ezt azért szétválasztani. Nem szerencsés egybe mosni a kettőt. Jobban olvasható, jobban működik. Tényleg ezeket a kovabakeket amennyire lehet tegyük el, és rejtsük el. Jó. Felvilantom még az inboxot. Igazából itt tényleg csak ugye a widgetek, hogy hogyan működik ez a kiolvasás. Ugye itt van egy ilyen getint függvényünk, ami szépen itt kiolvas egy értéket, megnézzük majd ezt is kódba, hogy, hogy hogy működik, de tulajdonképpen itt is látjuk ezt a hát tulajdonképpen ezt a referenciává alakítást, hogy, hogy ki tudjuk olvasni az értéket magából ebből a, az inboxból. Jó. És akkor ugye van nekünk egy másik fogalom, ez a control inversion, ez tényleg csak nagyon röviden, hogy, hogy, hogy hogyan is működik, ugye nyilván kattintásokra reagál a program, nincs semmilyen loop, semmi elszív, abszolút, majd mindjárt megírjuk, ennyi a programunk, tehát ennyi lesz a main, összvisz, hogy csinálunk egy példányt, és ugye itt a GUI main lesz tulajdonképpen az, ami majd elindítja ezt, és így tulajdonképpen futtatni fogja a programot, és az egész egy nagy ilyen, ilyen belül valahol egy ilyen, ilyen végtelen ciklus lesz, mint általában a GUI-s programok mindig, és valamilyen interakcióra vár, vagy egy kattintásra, vagy egy ö, valamire. Jó, hát direkt azt mondom, hogy, hogy direkt nem mondom azt, hogy csak kattintásra, mert azért programok indulhatnak ilyen ilyen ö, más aszinkron módon is. Most egyelőre nekünk csak a, a kattintás lesz a, az érdekes. Jó. És akkor tényleg még ez az egy kis ábra van, hogy ugye tulajdonképpen ez, a, ez az inversion, hogy, hogy, ugye eddig valamilyen ilyen irányunk volt, most picit visszafele irányba vagyunk, hogy a user, user action, tehát valamit kattint például a user, ugye a rendszer hívja a callback és erre reagál az alkalmazás. Jó, csak hogy lássuk, hogy picit most fordítva működik a dolog, de tulajdonképpen a lényeg hasonló, várunk valamilyen user interakcióra. Megnézzük a, megnézzük a többi forrás is, de egyelőre írjunk programot, hiszen ez lenne a lényeg. Na, úgyhogy akkor kezdjük ezt a Simple Window-ot. Így van. Tehát akkor ugye első körben az biztos, hogy be kell nekünk inkludolni a gui mert majd fogunk használni gombokat. Így van, egy gombunk mindenképpen lesz. Hát én ide most teszek egy using direktívát, bár én pontam a korábbi hetekben, hogy, hogy ez nem szép, illetve hogy nem kéne. De mindegy. És akkor készítsük ezt a Simple window ami majd a sima Window osztálynak lesz a leszármazottja. Természetesen ezt a sima window is meg fogjuk nézni, mert hát nyilván um, nyilván megnézzük. De akkor um, kezdjük a simple window-val. Um, írunk is neki egy, egy konstruktort, amit ugye beszéltünk, hogy ugye kell egy pont, hogy hova rajzolja, um, kell egy szélesség magasság, illetve kell egy cím, hogy tehát mi legyen az ablak neve. Hát legyen már egy cím. Csak úgy nem mindig ugyanazokat a neveket adjuk. Jó. Oké, és akkor ami még nekünk kell, egy ilyen, ugye ez a Wait for Button hívás, ami tulajdonképpen majd, hát Vezényelni fogja nekünk itt a, a magát a, az ablaknak a működését, tehát ugye ezzel fogunk várni. Legyen egy gombunk, hát ezt igazából lehetne privát tag is, de ezt majd ti eldöntitek, hogy hogy jobb. És akkor jöjjenek a privát tagok. Egyrészt ugye kell a callback az mindenképp, ugyanis a gombhoz regisztrálnunk kell egy callback-et. Kell, kell, majd egy bool változó, ami tulajdonképpen majd így segíteni fog nekünk ugye a next gomb kapcsán, hogy, hogy, hogy megálljon a program, segédváltozó, megnézzük majd, hogy, hogy miért érdekes. Illetve a callback mellé jó lenne, hogyha lenne nekünk maga a hívásunk, tehát maga a függvény, amit majd végre fog hajtani a callback. Jó, úgyhogy akkor. Uh, igen. Legyen egy callbackünk. Ugye ez a CB Next, aminek átadunk két címet hogy mi ez a kettő, azzal most e, ne törődjünk, tulajdonképpen a, a második leszünk nekünk a lényeg, mégpedig az ablaknak a, a címe, tehát annak a e, ablak példánynak a címe, amiben a gombot megnyomjuk, Jó, mert ugye ezt tudnunk kell, hogy melyik ablakban nyomjuk meg a next gombot, és ugye legyen itt egy next függvényünk, ami végrehajtódik, amikor a Na, erre becsuktam véletlenül. Bocsánat. E, tehát ami végrehajtódik nekünk, ami, amikor megnyomjuk a gombot. Mondom, ezt majd beírhattuk volna a cb next be is, de e, így jó, ha külön van szedve. Jó. tp a statik mit jelent? Itt a statik tulajdonképpen annyit jelent, hogy ezt a függvényt szeretnénk olyan formába is használni, hogy nem csak objektum példány tagjaként jó. Ugye látjuk, hogy egy Simple Window osztályban vagyunk, hogyha nem lennénk oda a statikot, akkor ezt a függvényt csak akkor tudnánk hívni, hogyha van egy példányunk a Simple Windowból. Így viszont, hogy statik, így maradjunk annyiba, hogy tudjuk hívni, mert ott van a memóriában a függvény. Jó. Ennél többet nem igazán akarnék most erről mondani. Lehetne ezen vitatkozni, hogy ez így jó, vagy nem jó. Általában ezeket a statik függvényeket igyekszünk kerülni, amennyire lehet, viszont hogyha ilyen közel vagyunk a, a, a rendszerhez, akkor néha elkerülhetetlen. Jó, tényleg csak most annyit jelzünk vele, hogy ezt a callback függvényt olyan környezetbe is akarjuk majd használni, ahol nem objektum, objektumorientált szinten vagyunk, tehát nem magas szinten, hanem alacsony szinten. Csak itt teg nagyon röviden. Jó. Hát maga a header innéz neki. És akkor ugye írjuk is meg ezeket a függvényeket. Hát kezdetnek ugye. Inkludoljuk be a headert. Így van. És akkor kezdjük a konstruktorral, aminek ugye volt egy point tagja, volt egy szélesség magasság tagja, még egy konstans string referencia tagja, paramétere, bocsánat. És tulajdonképpen annyiban egyszerű a dolgunk, hogy az tök jó, hogyha hívjuk az ősosztály konstruktorát, ugyanezekre a paraméterekre, mert majd az ős osztály fogra nekünk elkészíteni, viszont itt kell megcsinálnunk majd nekünk a példányt. Jó, és akkor itt lesz nekünk ugye a next button a paraméterezése. Jó, és itt tudjuk megmondani azt, hogy hova tegyük, meg mi legyen a felirat. Jó, nyilván ezt érdemes akkor végrehajtanunk, amikor ugye az ablak konstruktora lefut, hiszen mire elkészül az ablak, már jó lenne, hogy hol lennének a gombok is. Úgyhogy akkor tegyük föl, és hát hol tegyük, ugye igazából mindegy, mondjuk x max 70, ugye ez az x max, nekünk az ablak mérete, tehát az ablak szélessége, illetve ez legyen mondjuk, hát mennyi legyen nulla, mert akkor tetejére teszi. Ugye itt is kell a, a gomnak egy méret, hát ez itt most legyen 70-10 mondjuk. Hát az lehet, hogy kicsi lesz, legyen 70-20. Kell egy felirat, ugye ez legyen a next, és itt pedig regisztráljuk be a next-hez tartozó callback -et ez pedig a CB Next. Jó. Ami még kell, hogy ezt a administratív változót, ezt a button push-t push állítsuk false -ra. Jó, rendben van. Na, hát itt csak annyit csináltunk, hogy megcsináltuk a next button -nek a példányát. Üm, ugye adott koordinátára, adott méretbe, adott felirattal, illetve beregisztráltuk hozzá, hogy milyen callback kell hívni, hogyha megnyomjuk. Na, amit itt viszont a konstruktor testébe meg, meg kell tennünk, az az, hogy tegyük is fel. Tehát öteljtseljük a gombot az ablakra. Hát nyilván, hogy fönt legyen. Jó, rendben van. Na, hát mivel folytassuk? Folytassuk mondjuk a a Wait For Button mert talán az még egy egyszerűbb. Ugye ez az, amit ugye használunk. És tulajdonképpen ez lesz a hát, az az Event Loop gyakorlatilag, ami, ami vezérelni fogja az ablakunkat. És hát ez itt nem lesz elegáns, nem lesz elegáns. Alapvetően itt nyilván az ősnek a sófüggvényét kell hívni, tehát hogy megjelenjen az ablak, ugye ez tulajdonképpen a wait for button hívás csinálja, hogy, hogy hát nem csak az, hogy az ablak, hanem ki is rajzoljuk tulajdonképpen. Jó, és mivel hogy ezt többször tudjuk hívni, ugye itt a button push-dot megint false-ra kell állítanunk, csak hogy ugye itt megálljon a, a vezérlés, és akkor itt jön majd egy viszonylag csúnya dolog, viszonylag csúnya dolog, hogy ö, itt fogunk használni egy ö, ilyen előfordító kis hekket, mégpedig azt fogjuk mondani, hogy ha ez igaz, akkor ez a része fucsol le a kódnak, ami annyit csinál, hogy vétel. És itt ugye a fultiknek a véd függvényét kell hívni. Tehát tulajdonképpen ez az, ami ugye megállítja ugye a futást, és vár ugye a gombnyomásra. Viszont, hogyha megnyomjuk a gombot, akkor tulajdonképpen itt nekünk kell egy redraw hívni, tehát hogy rajzolja újra az ablakot. Jó. Ugye ez az, amit uh, biztos uh, láttatok már így a drillekbe is, meg ugye amikor az egyik drillnél ugye léptettük a, a kis logót, hogy ugye a wait for button hívásnál ugye, nyomkodjuk a gombot, két gombnyomás között mit csinál? Wait, tehát vár. Ez mondjuk legyen egy végtelen ciklus, vagy valami várja, hogy megnyomjuk a gombot. Viszont ha megnyomjuk a gombot, akkor pedig redraw tehát újra rajzolja az ablakot, ami hát vagy azért van, mert uh, átmozgattunk egy, ablak, egy egy eszközt, vagy, vagy egy sépet, vagy valamit, és, és újra kell rajzolnunk, hogy újra megjelenítse az új helyem, vagy, vagy csak szeretnénk újra rajzolni, mindegy igazából. Jó, a az ablakot. Oké, és. És akkor itt pedig lenne egy olyan rész, tényleg elnézést, ez, ez rettenetesen néz ki, amikor pedig, hát úgymond közvetlenül hívjuk simán csak a fultiknek a rányját. Jó, és tulajdonképpen ez lesz majd az, ami lehetővé teszi nekünk azt, hogy a, a kis piros X is működjön. Jó, meg fogjuk majd nézni, kipróbáljuk mindenképp. Oké, is. A wait for viszont van visszatérése, még mielőtt elfelejtem, és itt vissza kell nekünk adnunk a button pushed változó értékét. Ami ilyen kis megjegyzés ide, hogy ezt ha itt változtatjuk, akkor a másik kódrész fog lefutni, ezt csak azért raktam ide, hogy megnézzük ezt, jó, hogy kipróbáljuk, hogy kettő között mi a különbség. Mondom, ez fordításkor vagy ez a kód részlet kerül be a futtathatóba, vagy ez a kód részlet. Jó. Nem szép, de kipróbáljuk, megnézzük, hogy mi történik. Megvan a konstruktor, meg megvan a wait for button, és akkor nézzük meg a callback-et hogy hogyan is nézzen ezt ki, ez pedig simán e, egy ilyen lesz, kicsit fönntebb tekerem. E, ugye és ez lesz ez a CB Next, ava hát egy címet fogunk átadni, és itt fogjuk használni ezt a rettenetes ö, kasztolást. csak simán hívjuk a next, next tagját. Na most mi történik itt? Ugye megnézzük majd mindjárt mi ez az öd ödrész, itt egy sima ilyen type defünk van, ez egy ilyen memória cím tulajdonképpen, és az a memória cím lesz, ahol az ablakunk van. Tehát ugye megcsináljuk ezt a Simple Window példányt, ez valahol ott lesz a memóriában, és ott működni fog. Nyilván a, a rendszer, tehát maga az oprendszer, vagy vagy akár a futtató környezet, most teljesen mindegy, hogy mi, nem tudja azt, hogy az egy objektum. Sőt, igazából neki fogalma sincs arról, hogy az hogy egy C++ objektuma mögött van egy osztály, fogalma sincs arról, hogy mi az a referencia, egész egyszerűen nem tudja ezt kezelni, nem tudja, mi az a referencia típus. Jó. És emiatt kell neki átadni egy memória címet. Memória címekről volt szó Beprogon, illetve lesz szó majd Szombaton, de majd beszélünk róla. Jó, és ö, tulajdonképpen itt a memória címet adjuk át, és ezt, ezt, a memória címet fogjuk átkasztolni egy Simple Window referencia típussá. Jó, és itt már nekünk tulajdonképpen egy ilyen Simple Window referenciánk van, aminek simán hívhatjuk a Next tagját. Jó úgy nagyon röviden ennyi. Megnézzük majd ezt a Tó függvényt is, hogy, hogy, hogy működik. Csak fölvillantom, mert picit még lehet, hogy ez egy kicsit, kicsit korai, meg még nem biztos, hogy mindenkinek megvan hozzá megfelelő alapja ugye Befrogról, de megnézzük. Itt most tényleg annyi, hogy, mivel a rendszer nem tudja, hogy mi C++-ba vagyunk, ezért egy pointert adunk át neki, egy memóriacímet. Ezt a memória címet alakítjuk át egy ilyen Simple Window referenciával, és annak már tudjuk hívni simán a Next tagját. Jó. Na, de akkor írjuk meg a next is. És itt pedig csak annyit kell, hogy átállítjuk true-ra gombot, És egyébként meg idolunk. Jó. És ez lesz egy ilyen kis control sequence, hogy, hogy ez itt vétel, ridrowol, illetve amikor már úgymond nincs mit ridrowolni, akkor pedig elhájdolja, tehát elrejti az ablakot. Jó. Na hát ugye Simple Window nagyjából ilyen egyszerű lenne. Ami egy kicsit bonyolultabb lesz, az majd a Window, már is megnézzük azt is. És ide már uh, teszünk egy, egy guardot is. If not def. Uh, igen, akkor define-oljuk. Jó, uh, ide kell egy pár uh, pár include. Ugye egyrészt ugye a full ticket szucokat, ezt majd megnézzük. Ide akkor beinkludoljuk a mi kis headerünket is. Illetve kell a point is, mert ugye ablakhoz kelleni fog. Tehát, hogy hova hozzuk létre az ablakot. Jó, és akkor ezt már betesszük a namespace-be. Hát mondjuk a Simple window lehet, hogy elmaradt, de akkor majd ezt tipótoljátok. Na, és akkor ugye szépen kezdjük el deklarálni. Csak még itt ezt lezárjuk. Jó. Na és akkor itt definiáljuk a windows Ami itt ugye érdekes lesz nekünk, és ez azért jellemző a legtöbb ilyen GraphLibre, hogy hogy a, egy ilyen a saját Windows tehát bővíti ki mindig. Hát itt esetünkben ugye ez a, a nek a, Window osztályát, jó? Tehát a Fulltek Window osztályt fogjuk kibővíteni. Ez a legtöbb esetben egyébként e, így történik, és e, így akkor ugye elérhető a, a magának a library-nek a Window implementációja, tudjuk használni. E, nekünk tulajdonképpen csak azt kell hozzáadni ehhez, amit használni szeretnénk, amit látni szeretnénk, gombokat és egyéb mást, jó, amit, amit van. Bocsánat ez nem maradjon el, mert hogy klaszban vagyunk. Na, és akkor jön az interfész. Na, sikerül leírni. Ugye legyen két konstruktor. Hát mondjuk szerintem ebből csak a egyiket fogjuk használni. Legyen egy olyan, amikor a rendszer határozza meg, hogy, hogy hova kerüljön a az ablak, mi csak a szélességét, magasságát, meg a tájtőt adjuk meg, illetve legyen egy olyan verzió, amikor megadjuk a koordinátákat is, hogy hova tegye azt az ablakot. Ami szerencsés lenne, bár nem biztos, hogy fogjuk vala is használni, hogy azért a biztonság kedvéért legyen már itt nekünk egy virtuál destruktorunk, egy virtuális destruktorunk, mert hogy nem biztos, hogy, hogy fogjuk használni, de biztos, hogy biztos legyen ott. Na, és akkor szokott módon, hát van egy osztályunk, akkor megvan a konstruktor, megvan a destruktor. Még mielőtt úgy jobban belemennénk, akkor a implementációs részt nézzük már meg. És akkor egyrészt legyen itt nekünk egy egy dró függvényünk, ami majd rajzolni fog nekünk, illetve legyenek ugye implementációs, illetve, hát itt most tagok lesznek főleg, és hogy mi van egy windowba? ba Hát ugye alapvetően nekünk itt a ablakba egy shape vector lesz, Ugyanis majd ebbe fogjuk mi szépen eltárolni azt, hogy milyen sépeket akarunk kirajzolni. Hát hogy ez melyik függvény fogja, majd az ötecs, de nem, akarom, ö, egy, nem akarok egy előre, előre szaladni. Most csak tényleg legyen elég annyi, hogy hogy a, azokat a alakzatokat, amiket eddig rajzolgattunk, kör, hál, ö, bármilyen poligon, polyline image, azokat ebbe a vektorba fogjuk gyűjteni. Jó. Hát ugye legyen a, a, méret, egy ilyen privát tag, illetve legyen egy inicializáló függvényünk, amivel majd inicializálni fogjuk az ablakot. Na. És akkor itt most jöhet egy csomó ilyen helper meg egyéb függvény. Ugye az Xav igen, akkor legyen egy Y max. Jó, ezekkel ugye el tudjuk kérni a, az ablaknak a méretét, hiszen ez fontos. Szerintem volt olyan, vagy drill feladat, vagy exercise feladat, amivel át kellett tudni méretezni az ablakot, úgyhogy akkor ezt tegyük most meg, ugye ezzel a resize-al, és alapvetően itt két tagot adjunk át, tehát ugye két paraméter lesz, hogy mekkorára akarjuk átméretezni, és miután ezt ide szépen be is másoljuk. Hívjuk a Windows osztály, az ős osztálynak a size függvényét, ami majd szépen át fogja méretezni. Jó, akkor uh, legyen egy, amivel át tudjuk nevezni. Így van. Kell egy set label. ez legyen L, és itt pedig a ősosztály léből tagját hívjuk, csak ennek, megint ilyen C string szerűen kell átadnunk, hát akkor adjuk át úgy, jó, tehát a size is, meg a label is, ugye a FL window tagja, szépen átállítja a címet, ez pedig a, a méretet, jó, és akkor ami még kell, ugye a ötecs függvények, hiszen valamivel föl kell tennünk a, a képre az eszközöket, pontosabban az ablakba. Tehát egyrészt legyen egy ilyen shape referenciás ötecsünk, illetve legyen egy ilyen widget referenciás ötetsünk is, hiszen a sépeket is, illetve a widgeteket is majd ilyen ezzel az etecs függénnyel tesszük fel. Hát én azt mondom, hogy legyen ditecs is. És ez is akkor működjön sépre is. Tehát, hogy le tudjuk venni. Ezt azért mondom, mert majd a drillbe ezt használni kell. És mondjuk legyen egy tagja, a put top. Ezt lehet, hogy majd csak bemásolom, mert ez a hosszadalmasabb. Ez pedig annyit fog csinálni, hogy a, az shape sépet a tetejére teszi. Jó? Tehát, hogyha esetleg kitakarás lett volna, akkor ezt fölteszi a tetejére. Jó. Na hát akkor ö, elvileg megvan minden, már csak implementálnunk kell. Egyrészt kell ugye a az include -ja. Az okvetlenül akkor kell a csak le tudom már írni. Ugye kell a graph hogy az, az látszódjék. Uh, illetve kell a GUI is mert majd fogunk gúzs eszközöket is használni. Jó. Na, mondjuk, hogy melyik namespace-be vagyunk. Szerintem a Simple Window kimaradt, bár lehetne ezen vitatkozni, hogy ez... De szerintem ez ne legyen része a névtérnek, a Simple Window. Mert ez már egy, egy speciális változata a Window-nak. Ja, akkor ne, ez ne legyen része a Graphlib-nek, csak a, a sima window. Ja. Megvitatom magammal. Na és akkor ide egyrészt akkor a konstruktorok. Ugye volt egy olyan, ami szélesség, magasság, illetve a cím. Hát viszonylag itt is egyszerű a dolgunk, már csak használjuk a ősosztály konstruktorát, ami nagy V, kis nagybetűre mindig oda kell figyelni. És ugye itt szépen csak sorba átadjuk a paramétereket, a címet, ugye ezt is így C kasztolva, illetve szépen eltároljuk a lokálisokat. Hát fordítva, ne kavarjuk össze, bocsánat. Ezt előszeretettel mindig összekeverem. Erre figyeljünk oda, hogy melyik a, a ez a tag, ez pedig ugye, amit a konstruktor paraméteréből kapunk. Jó. Na és amit itt hívni kell, az az init függvény, ami majd inicializálja nekünk az ablakot. és dolog, nem fogok most itt különösebben belemenni. Nem olyan érdekes. Jó. Meg fogjuk írni mindjárt ezt az init függvényt, csak nem, nem, nem olyan lényeges. Na, hát nagyon hasonló a másik. Csak itt ugye átadunk egy pontot is, tehát hogy honnan kezdve rajzolja ki, és ugye ez a jó fultik nem tud nekünk erről a point objektumról, úgyhogy el kell kérnünk, tehát a koordinátákhoz így szépen hozzá kell férnünk, és el kell kérnünk ugye a, a koordinátákat, és így kell létrehozni a példányt tulajdonképpen. Ennyiben különbözik, egyébként minden más ö, ugyanaz. Jó, na nézzük meg ezt az initet gyorsan. Ugye ami egy kell, hogy. Ugye a fultinknek van egy ilyen resizable nevű függvény tagja. Resizable. Remélem jó írom. Aminek át kell adnunk a a self pointert, ugye a diszt, hiszen majd ezt fogja kirajzolni gyakorlatilag. Ez egy ilyen módosítható méretű ablakot hoz, tehát ilyen resizable ablakot hoz létre. Nézzetek meg a, nyugodtan a, dokumentációjában a Fultiknek. Nem érdekes a lényeg, hogy ez fogja majd létrehozni az ablakot. A show hívása pedig tehát meg is jeleníti. Na, ez eddig, a, ami nem olyan érdekes, meg nem olyan lényeges, hanem inkább akkor nézzük meg a, a többit, és folytassuk a dróval, és ugye itt a drónál fogjuk azt csinálni, hogy szépen kirajzoljuk az alakzatokat. Most ez első körbe kell hívni a fútik drófüggvényét, tehát az ősosztálynak a, a, a drófüggvényét, hiszen ez fogja majd kirajzolni az ablakot, illetve a hát tulajdonképpen az ilyen vigyeteket, gombokat, szövegbe kérőmezőket, ilyesmiket. Viszont nekünk vannak alakzataink is, úgyhogy akkor most ezeket kéne kirajzolni, És ugye ezek azok, amik ebben a shapes vektorban vannak, hogyha emlékeztek, itt, itt tároljuk szépen ezeket a sépeket, és szépen egyességvel itt végig megyünk, és minden egyes sépnek hívjuk a draw tagját. Minden egyes sépnek hívjuk a draw tagját, ami meg ugye azt mondja meg, hogy hogyan kell kirajzolni. És ugye a, a sépeknek a draw tagfüggvénye hívja ugye a draw lines tagfüggvényt, és mindig a megfelelő draw lines fog végrehajtódni. kell az AnSign annyit jelent, hogy ez egy előjel nélküli típus. Igazából. A legszerencsésebb az unsigned long lenne, talán az, amit a legszerencsésebb, de ezekről majd beszélünk, hogy miért érdekes generikus programozás kapcsán. És tényleg itt annyi ez a Einstein annyit jelent, hogy ez az integer típus előjel nélküli. Így van, tehát negatív számot nem tud tárolni. Ez annyit ad hozzá az inthez, hogy egyel több bited van számot reprezentálni. Jó, mert hogy a, a, az integer a memóriába úgy néz ki, hogy az első bit az előjel, a többi ö, pedig maga a szám, az unsigned integer pedig annyiban különbözik, hogy a, a legelső bitet is odaadja a szám számábrázolásra. Tehát ennyit tesz az unsigned, hogy, ö, hogy előjel nélküli. Jó. Na, tehát ami itt történik, hogy van nekünk hogy a, a sépünk, amibe tároljuk Ugye a, a sépeket, majd mindjárt megbeszéljük, hogy ez miért érdekes, hogy miért pointer. Ö, és ugye szépen itt megyünk minden egyes sépen, és hívjuk a drótagját. Jó, tehát akkor nézzük. Először a sépre. És ö, itt alapvetően annyit csinálunk, hogy simán csak hozzáadjuk a a shapeshez, tehát tényleg csak, csak ennyi történik, hogy hozzáadjuk ez a, a vektorhoz, és pontosan ez hogy zajlik, majd, majd kitérünk rá. Akkor legyen egy detach, hát igen, ez egy picit meg van variával hiszen itt most feltételezzük azt, hogy egy olyan koid, koid hogy egy olyan sépet akarunk levenni, amit utoljára ö, adtunk hozzá, ezért a sépnek a végére fog, végéről fogunk haladni előre. Igen, és mínusz mínusz. Tehát szépen a, a végéről haladunk előre, tulajdonképpen, és annyit csinálunk, hogyha megtaláltuk ezt a sépet. Igen, mert cím szerint megyünk, akkor kiszedjük. Kiszedjük, tehát kitöröljük ezt a, az utolsót. Hát itt lehetne úgy is, hogy az shapes I 1-et, de csináljuk meg ilyen iterátorosra, shapes begin plusz I-1. Jó, csak hogy bonyolítsam a dolgot, egyébként ez is működne. Ide bedobom shape c 1. Jó. Szóval ezt is majd megnézzük, hogy mi ez a begin. Ez egy ilyen iterátor lesz egyébként. Generikus programozásnál majd megbeszéljük, hogy hogyan működik. Jó. Na, akkor sépekre megnéztük azért egy chat, most nézzük meg widgetre is. Jó, és hát itt megint van ilyen fulltikkes furcsaság. Van ilyen fulltikkes furcsaság. Egyrészt kell egy ilyen fulltikkes begin hívás, hogy ezzel jelezzük a library hogy elkezdjünk widgeteket fölcsatolni. A másik furcsaság pedig az, hogy a widgetnek van saját 5egy függvénye. Uh, ugyanis a widgetet a ablakra fogjuk uh, ablakra fogjuk fölcsatolni. Uh, um, tehát tulajdonképpen a widget saját magát csatolja fel az ablakra. Oké, okay. és, és, ha ez megvan, akkor egy end hívással jelezzük a library -nek, hogy többet már nem akarunk uh, föltenni. Jó. Hát csináljuk meg ugyanezt uh, detachre is, az egyszerűbb lesz mindenképpen. hiszen itt csak a hide tagot kell hívni. Hát ismét ez a, ez a hide az, ami itt előjön. Ugye itt az ablaknál is hájdolni kellett. Jó, hát igazából ennyi. Hát lehet, hogy a puton topot akkor most kihagyjuk. Ezt majd lehet, hogy írját, majd írjátok meg ti, vagy nézzétek meg, hiszen ott van. Jó. Na, egy dolog kell még, ez a Guimén hívás. és ezt fogjuk majd hívni, ezt mutattam is prezentációba. Itt csak annyit kell csinálni, hogy hívnunk kell a, az FL RAM, tehát a pultéknek a rán függvényét. Ez fogja tulajdonképpen az egész programot e, így szépen elindítgatni, meg e, fölcsatolgatja meg. Tehát szerencsére ez elvégez nekünk mindent. Ezt csak hívnunk kell, és rendben is vagyunk. Jó. Na, Közben ránézek a, a jegyzeteimre, hogy kimaradt -e valami. Aha. Hát igen, innen a headerbe, ide a headerbe még kell valami. Egyrészt kéne ennek a GUI nek a prototípusa, az nem maradjon, nem maradjon el semmiképpen se. Illetve még volt nekünk két függvényünk, amivel le tudtuk kérdezni a screennek a méretét. Ja, akkor ezt írjuk meg, mint ilyen, hát a graphlibbe globális függvényként, és itt pedig az FL-nek a V tagját, V tagját, Bocsi. így van a V tagját, az Y-t akarom lekérdezni, akkor pedig a H tagját hívjuk mindenképpen. Így van, V és H. Jó. De legyenek ezek a függvények már inline-nak, ha Na amúgy is ilyen rövidek. Valószínű, amúgy is el inline olnál a de így a biztos. Jó. Hát reméljük, jól dolgoztunk. Gyorsan nyomok egy compile Hát, gondoltam, hogy lesz probléma. Meglepő lett volna, hogyha nem. A kérdés az, hogy megírtam-e mindent egyáltalán. Ó, bocsánat, nem ismeri a sépet meg a widgetet. Erre van egy nagyon egyszerű megoldás, hogy itt kell egy forward deklaráció. A sépre meg a widgetre. e rán. Itt nem alsó vonal kéne, hanem a scoop. Aha. Simple window 6. de miért tettem pontos veszélyt? Bocsánat. Na, és akkor úgy tűnik, hogy jó is, de indítsuk el, mi jó, rendben van, működik. Hát ez a múltkori óráról maradt bent ez az image-et, ahogy teszteltük. Mi az inline? Alapvetően mutatom, hogy ahol hívod ezt az xmax függvényt, oda bemásolja tulajdonképpen ezt. Jó, azért, mert ezek a függvények, mindjárt beszélünk erről, hogy ezek is a memóriában vannak. Ugye, ha egy kicsit ki, akar akarnám tekerni a dolgot, és emlékeztek erre, hogy Naiman elv, az valami ilyesmi, hogy az adat is, és a program is a memóriában van. Most nagyon leegyszerűsítve, valami ilyesmire kell gondolni, ugye, hogy a program a memóriában van, tehát hogy a függvények is a memóriában vannak és ugye ezek is valahol a memóriába elhelyezkednek ezek a függvények. És ugye szépen elindul a main, ott van egy függvényhívás, akkor elugrik annak a függvénynek a vezérlés az elejére, szépen elkezdi végrehajtani a függvényt, ha ott van egy hívás, akkor az megint átugrik egy másik helyre, és ott elkezdi végrehajtani, és így tovább. És tulajdonképpen a vezérlés így ugrál függvényről függvényre, oda-vissza, ugye a return -nél pedig visszaugrik ugye a hívási helyre, jó? És így hajtódik végre a program. Na most, ami itt érdekes, hogy ezek a ugrások, ezek tulajdonképpen, hát mondjam, erőforrás igényesek. Jó? Tehát minek hívjam meg az Xmax függvényt, ha azon belül meghívom a V függvényt, ha elég csak meghívnom a V függvényt. Jó? Tehát egyel kevesebbet kell ugrani. Más kérdés, hogy hogy ezek a, a mai modern fordítók már nagyon-nagyon jól ö, optimalizálják ezeket a ö, ugrásokat. Szerintem, ha kihagynám innen az inline-t, akkor is el-inline-olná úgymond a fordító, tehát ö, megoldaná, de mindegy, kértem biztos, ami biztos. Ez tényleg annyit jelent, hogy ebben az esetben, ha hívom az Xmax függvényt, akkor nem az Xmax függvényhez fog ugrani, hanem az FLV függvényhez rögtön a vezérlés. Nagyon leegyszerűsítve. Jó, nem is tudom, hogy mondjuk a hívnánk itt. Hát most csinálok egy hülyeséget, lehet, hogy nem is fog működni. Ugye ez mi? Ez a globális Xmax, ugye? Igen. Tehát itt hívom. Hogy írja ki az x ot Jó, és itt ki is írja, ha látszik Tehát igen csinosítok rajta egy kicsit Vendel, nem vendel, hanem endel Oké, okay, újra Jó. Ugyanazt írom ki. Na, most már itt van. Jó, és akkor itt tulajdonképpen ez a screenemnek a felbontása. Nagyon rosszul, de mindegy. A lényeg a lényeg, hogy itt hívjuk az xmax-ot, és tulajdonképpen az lefordítottuk a programot, és a program object kódba, tehát a futtatható kódba, már nem az xmax függvény van benne, hanem az FLV függvény van benne. Ennyit jelent tulajdonképpen az inline. Egyel kevesebb ugrásunk van. Egy picit pillancsunk már bele a kódba. Ugye, amit itt csináltunk, most persze az inline is érdekes, de talán ez az, amire itt fölhívnám a figyelmet. Uh, és itt ugye ezt látjuk is, hogy, hogy uh, ebbe a, ez az a vektor, ami, uh, amiben tulajdonképpen azokat a sépeket tároljuk, amiket majd szépen uh, fölcsatolunk az ablakra, és látjuk, hogy itt uh, sép pointereket fogunk tárolni. Na most megmutatom, uh, nyilván itt ennek nem, nem különösebben van most értelme, hogy miért nem sépeket tárolunk. Ugye? Miért nem sépeket tárolunk? Hát itt földob nekünk egy csomó hibát. Hát igen, mondjuk ez így nem biztos, hogy most így látszódni fog. Maradjunk annyiba, hogy ugye van nekünk egy ilyen sép ősosztályunk. Na most az egyik probléma itt az, hogy az elején megmondtuk, hogy a sép nem másolható. Jó? Tehát, hogyha így adjuk át, így szép, simán csak sépként, akkor ez azt jelenti, hogy minden egyes sépet át kéne másolunk ebbe a vektorba, ahhoz, hogy tudjuk használni. De ha emlékeztek, kb. az első dolgunk az volt, amikor a sépet implementáltuk, hogy letiltottuk, hogy ne lehessen másolni. Jó? Általában ezt ilyen ősosztályoknál meg szoktuk tenni, nem megyünk bele, a lényeg, hogy ez így nem jó. Jó, ez az egyik. A másik meg az, hogy itt ha másolható is lenne, előállhat egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy slicing, és ez egy ö, alapvetően problémás ö, dolog lenne itt. Ugye beszéltük azt, hogy van a sép osztályunk, abban vannak függvények, vannak valamilyen tagok, ez ugye minden egyes leszármazottba ott van. Mondjuk tegyük fel, hogy van egy leszármazottja, pedig a kör. Ugye mivel több a kör, mint egy sima sép, van neki egy sugara hát meg egy saját drawlines függvénye, de ebbe most nem menjünk bele, ugye van neki egy sugara. Na most ez a sugár egy olyan változó, egy, egy tagja a szörkölnek, viszont nem tagja a sépnek. Tehát, hogyha sép például sépeket akarnánk így tarta, tárolni a vektorba, akkor úgymond a leszármazott osztályoknak azok a tagjai, amik nincsenek benne a sépbe, azok úgymond el, nem jelennének meg ott. Ezt hívjuk slicingnak. Jó. Csak azért mondom, hogy ez hiba, e, ilyet ne csináljunk, mert ez nem fog működni. Amint még esetleg itt használhatnánk a referencia, de mi a pointert használjuk, miért is ne? Jó. Shape pointereket viszont e, tudunk itt használni, ugye ezt néztük e, a, a virtual Call mechanizmusnál, hogy, hogy e, ugye pointer referencia működik, az rendben van, nyilván. E, tárolni, nem tudjuk, de hát miért is tennénk ilyet? Hát beszéltük azt, hogy olyan nincs, hogy valami egy sép, tehát nincs, olyan, hogy alakzat. Hát ugye megkérdezem, hogy hogy néz ki az alakzat, hát mi az első kérdés, amit visszakérdez, hogy milyen alakzat. Jó, ezért tárolunk ki sép pointereket. Na, ez az egyik kisebb megjegyzésem. A másik, itt van a GUI, ezt nem nézzük meg, ez itt van implementációban használjátok, tényleg nézzétek át. Amire itt fölhívnám a figyelmet, ugye ez az ödresz, jó, ezt beszéltük, hogy itt használjuk, ugye a callbacknél, hol használjuk, így van, tehát itt ilyen ödreszeket adunk át. Na most tulajdonképpen ez az ödresz, ez egy void csillag, jó, ezt rögtön látjátok itt, simán egy type, de fel átneveztük, tehát azt mondjuk, hogy a, a void csillag legyen innentől kezdve adress. Jó, tehát szinoníma, kicserélhetnénk Voi csillagra is. Mit jelent a Voi csillag? Tulajdonképpen egy olyan, egy, egy memória cím. egy tetszőleges memória cím. Egy olyan memória cím, ami valamilyen objektumra, valamilyen függvényre, valamire mutat. Jó, tehát egy sima pointer. Általában ilyen void csillagokat, void pointereket akkor használunk, hogyha valamit nagyon ö, ilyen platform függetlenre akarunk írni, és, ezek a és a rendszer nem tudja azt, hogy mi milyen környezetben vagyunk. Hát például most itt ugye a, a, a rendszer, op rendszer, vagy akármilyen rendszer nem tudja azt, hogy, hogy mi most C++-ba vagyunk. Ha tudná, sokkal könnyebb dolgunk lenne, nem kéne ilyen pointerekkel vacakolnunk, egyszerűbb lenne sokkal. Jó? Lényeg, ödresz, memória cím. Oké, okay, és ez az egyik. A másik, ugye a callback, látjuk, hogy erre is csinálunk egy ilyen type defet, ez a callback pedig egy függvény pointer lesz. Na most függvény pointerekkel, hát vagy foglalkozunk még prog egyen, vagy nem. Ugye az imént említettem, a, kérdeztétek, hogy, 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 mi, milyen érdekes ez az inline függvény, hogy ugye ezek a függvények is a memóriában vannak, és ugye mivel, hogy a memóriában van, ezért van memória címe. Jó, tehát meg lehet címezni. És tulajdonképpen ez a callback ennyit csinál, hogy a függvénynek a címét adja át. Na most ennél alacsonyabb szinten ezt nem igazán lehet megoldani. Ugye nekünk a gombhoz hozzá kell rendelnünk a függvényt, amit hívni akarunk. Hát Nyilván a nevét nem tudjuk, meg igazából semmit nem tudunk ilyen alacsony szinten a függvényről, csak annyit tudunk, hogy a memóriába hol van. Jó? Ezért mit csinálunk? Ezzel a callback szépen átadjuk a, a, a gombnak, tehát tulajdonképpen így regisztráljuk a gombhoz a függvényt, átadjuk a függvénynek a memória címét. Jó, rendben van. Harmadik dolog ez a reference to. Erről fogunk szerintem majd beszélni, ez egy ilyen statikkasztot használ, meg látjuk, hogy ugye maga a függvény generikus. Tulajdonképpen annyit csinál, hogy van nekünk egy, egy ilyen memóriacímünk, ugye most már az ödreszt is tudjuk, hogy az micsoda. Tehát van nekünk ugye ez a memóriacímünk, ez az a memória ahol ugye az ablakunk van, tehát maga az az objektum, ami az ablakunkat reprezentálja ezt átadjuk neki, és tulajdonképpen ezzel a statik asztal készítünk belőle egy ilyen V referenciát. Ugye azért V referenciát, mert ugyan jelenleg még csak Simple Window típusú ablakunk van, de jó lenne, hogy ez bármilyen Window típusra működne. Generikus függvényekről fogunk beszélni, már jövő héten elkezdjük, úgyhogy erről is beszélünk. Most tényleg csak legyen annyi elég, hogy ez egy memória címből csinál egy tetszőleges referencia típust. Itt van nekünk a, a widget osztály, ami ugye tulajdonképpen bármi lehet ilyen gomb, vagy, vagy szövegbekérőmező, vagy ilyesmi, mindjárt nézzünk rá konkrétan, és itt látjuk a konstruktúrába, hogy hogy kell létrehozni, gondolom az első nagy para, négy paraméter az egyszerű, ugye egy pont, x méret, szélesség, magasság, illetve egy string, hogy mi legyen ráírva, illetve itt van a callback, amit regisztrálni kell, hogy mi történjen, ha ez a widget -e valamit csinálunk. Megnyomjuk a gombot például. Jó. Na, és akkor itt van egy ilyen, ugye ez a konstruktor csak átadjuk a paramétereket, és akkor pár ilyen tagfüggvénye, hide, show, tényleg ez csak egy ilyen interfész a, a, a fultikhez gyakorlatilag. Ami itt érdekes, hogy látjuk, hogy itt van egy pure virtual function, Héten is rengeteg kérdést kaptam, hogy miért nem működik a struktúrámban a Pure Virtual Function, miért nem tudok be példányt csinálni. Hát azért nem, mert Pure Virtual Function, function tartalmazó osztályból nem lehet példányt csinálni, mert hogy abstrakt osztály. Jó? Tehát widgetet nem tudunk csinálni. Jó? Ez megint olyan, mint a shape. Csináljunk egy shape -et. Jó, de miért? Nem tudunk widgetet csinálni. Milyen widgetet? Jó? Meg kell mondanunk azt, hogy ez a widget az egy gomb legyen, egy inbox, egy outbox, vagy egy menü, vagy, vagy mi legyen az a widget. Jó? Ezért nem tudunk csinálni. Oké. -s. Jó. Ö, amit van, ez egy hasonló ö, mint amit csináltunk, hogy letiltottuk a másolást a sépbe, csak itt nem a delete-tel, hanem itt a privát tagok közé tettük. Ez egy régebbi fajta megoldása ennek. C++ 11-be jött be a delete cool Itt most ugye látjuk, hogy mi volt előtte. Betettük privátba, nyilván nem tudjuk hívni, tehát nem lehet widgeteket másolni. Ahogy mondtam, base class ez, ez megszokott. Na, és akkor itt jönnek már konkrétan az egyes widgetek, például itt van a buttonre, ugye, hogy, hogy milyen tagjai vannak, de tulajdonképpen nagyon hasonló, ugye az etecset kell megmondani, talán ez egy picit másképp működik. Akkor ugye itt van az inbox, outbox, hogy ezek hogy működnek, szépen itt van végig az implementáció, itt a menü, ez nagyon fontos, mert ez majd a drillbe benne lesz, és úgy nagyjából ennyi. Ugye a CPP fájlban pedig ugye látjátok a implementációkat, és tulajdonképpen itt van az, amit mi mindig el akartunk rejteni. Ugye itt a, a, a Fultiknek ugye a, az FL button tagját hívjuk, tehát egy FL button objektumot csinál itt ráállít egy jó ebbe most tényleg nem akarok belemenni, nagyon hosszadalmas, nem is biztos, hogy érdekes. Szerintem a könyvnek a függelékébe van róla szó, engedjük el, nem olyan lényeges ez most. Jó. A lényeg, hogy itt tényleg már nagyon hardware közelben vagyunk, rátunk ilyen reinterpret kasztokat, meg ilyesmit. Ne foglalkozzunk vele. Jó. Ha érdekes, nézzétek meg, lehet, hogy később még akár szót is ejthetünk róla. De most ezzel nem foglalkozunk. Hanem akkor, amit csinálnánk, és akkor ezzel fejezzük ma be, hogy csináljunk egy más típusú ablakot, mégpedig azt, amit az előadásban is mutattam. Tehát, hogy csinálunk egy ablakot, ami van, van két gomb, van két szövegbekérőmező, egy mező, illetve tudunk rajzolni rá egy polilányt. Na. Úgyhogy akkor azért nyomok egy fordítást Hogy A mostani verzió működik-e? What? Miért tettem utána egy C betűt? Misztikus dolgok ezek Jó, 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 lefordul, rendben van Na, csak hogy a library működjön jó, úgyhogy akkor létrehoznánk ide egy új forrásfájlt, és akkor ez pedig legyen egy ilyen Lines Window. Ugye jelenleg van egy Simple Window-típusunk, most csinálunk egy Lines Window-típust, ez egy picit máshogy fog működni. Ugye inkludálunk kell a gui-t mivel hogy abba vannak ezek a headerök. Hát itt megint jön ez a csúnya namespace, vagy using direktíva, amit mondtam, hogy ne használjunk. De hát most az egyszerűség kedvéért szerintem ez belfér. Bocsánat. Tényleg ilyen hosszú hétvége feeling van. Nehéz, nehéz néha koncentrálni. Na de akkor csináljuk. Lines Window, ami egy window típus terjeszt ki. Ugye a konstruktor az gyakorlatilag marad. Hogy volt? Ugye kell egy cím. És ugye ennyi. Jó. Ugye tört fogunk kirajzolni. Hogy legyen egy open tagja. Így van, meg ennek is legyen ez a wait for, wait for tagja. Hát itt az OPL-t elrejthetnénk, igazából részletkérdés, megközelítés kérdése, hogy, hogy hogyan szeretnétek. E, jó, ez így publikusan is, e, mindegy alapvetően. Jó, csinálját legyen már valami szebb neve, Lines. Na, és akkor, ugye a privát tagok, hiszen itt akkor kellenek ugye a, a widgetek, tehát egyrészt legyen egy next buttonünk, legyen egy kilépésünk, ugye legyen egy inbox, ugye a x és y koordinátára külön. Érdekes lenne úgy megírni, hogy egybe van. Még akár egy védési feladatnak se rossz. Bár nem online, mert ez azért, erre azért idő kell. Ugye legyen egy outbox. Így van, Jó, és ugye kell a két függvény, a next és a quit, amivel megmondjuk, hogy mit csinálunk, hogyha megnyomjuk a next vagy quit gombokat. Jó, na nézzük az implementációt. És akkor ugye ehhez ö, kell ugye a header. Na. És itt szépen megírjuk a callback pontosabban a next és a qit függvényeket, illetve a lines window-ot, tehát a konstruktort. Jó, hát, hogy legyen, lehet, hogy nem ezzel kéne kezdeni, de akkor gyorsan csak itt ezt héten fröiskitelem. Jó, ugye hívjuk a ősosztály konstruktorát, ugye a megfelelő paraméterekkel. Jó, és ami még majd kelleni fog, hát itt használjuk a kapcsost, csak hogy biztos legyen. Ami még kelleni fog, hogy ugye itt a különböző gomboknak, illetve in boxoknak kell majd működést adni, de akkor egyelőre ezt még hagyjuk itt lógva, ugye ide is kell majd ugye az etecs, de előbb írjuk már meg a a függvényeket. Tehát a kiújtat és a nextet. Csak hogy lássuk. Hát a kiújtat, ezt nagyon egyszerűen le tudjuk, hiszen itt csak egy hide hívunk. Ami a bonyolultabb talán, az a next függvény lesz. Hiszen itt ugye egyrészt ugye el kell kérnünk a, a inbox widgetből ugye, amit beírtunk, ugye, hogy meglegyen a programunkban az XY, hogy hova akarjuk a következő pontot tenni. Ezt ki kell írnunk nekünk az outboxba, hát mondjuk a sorrend tetszőleges, vagy előbb kérjük az outboxba, vagy előbb hozzáadjuk a, a az open polylinehoz, és hogyha hozzáadtuk az open polylinehoz, akkor újra kell rajzolnunk az ablakot. Tehát hívnunk kell egy jó, úgyhogy akkor ezt tesszük most. A, hogyan tudjuk elkérni? Na most az inboxnak van egy ilyen getint tagfüggvénye, csak mondom jó, hogy ilyen inbox widgetünk van, van egy getint tagfüggvénye, ami szépen visszaadja nekünk megfelelő formátumba a, a, a számot. Hát van egy kis hibakezelés is, hát még ezt túlzásiba kezelésnek nevezni, de maradjunk annyiba, hogy ez visszaadja nekünk azt a számot, amit beírtunk. Tehát simán csak ezt a getintet kell nekünk hívni, mégpedig a Next X tagnak. Ugyanezt Y-ra is. Get int, még mi hogy most mondtam el. Jó. Tehát így akkor megvan nekünk az y ö, koordináta, ahova kell a következő. Hát akkor adjuk hozzá a pontot. Jó. Ez ugye az a sima open polyline a az ed függvénye. Ugye emlékeztek, ö, ugye van nekünk ez a sima open polyline objektumunk, és annak hívjuk az ed tagját. Ilyen nagyon egyszerűen. Jó, na most viszont a Outboxnak pedig van egy ilyen put, hát sőt két puttak függvénye van, egy intekre, egy pedig ilyen konstant string referenciára működik, hát ezt fogjuk most használni, ugyanis nem egy intet akarunk beletenni, nem kettőt, szóval annyit fogunk csinálni, hogy azt a két számot átalakítjuk egy stringre, és ö, átadjuk ennek a put függvénynek, ez pedig majd itt szépen beállítja ö, a megfelelő értéket, tehát kirakja oda az outboxba azt a stringet, amit átadunk neki. Csak hogy ezt kellene csinálni, és akkor erre használjunk egy ilyen hosting streamet, és ebbe egyrészt Hát tegyük ilyen zárójelek közé az XY koordinátát. Jó, más nem kell utána. Így van. És hívjuk ezt a put függvényt erre az XY-ra. és, de ezt stringre kell, tehát el kell kérnünk a, a stringet az old string streamből. Jó, mert ez az old string stream, ez most beletesszük ugye a karaktereket, meg mindent, amit akarunk, és ez az STR tagfüggvényel tudjuk string formátumba elkérni, ami benne van. Na, ez így megvan, és akkor hívjuk a ridrót. Jó, mert akkor újra kell rajzolnunk újra kell rajzolnunk. Jó, na, próbáljuk is ki. E, hogy is vagyunk? Hát. Ezt elmentem másként. És ez egy ilyen sima Lines main lesz. Sokkal egyszerűbb lesz a dolgunk. Jó, hát ezt is átírom, csak hogy a fordítás nem problémás. Simán innen ki tudjuk copy paste -elni. nem a Simple window fordítjuk, hanem a Lines Window-val. És itt ugye inkludolni már nem a Simple window fogjuk, hanem a Lines Window-t. Ezt is ide szépen eltírjuk. A méret, oké, okay. és itt már csak annyit fogunk csinálni, hogy hívjuk a, a sima GUI main -t. hiszen ez fogja nekünk ugye az FR ránt hívni majd. Próba. Há, gondoltam. Mindig van valami hiba. Ját persze még nem is fejeztük be. Ilyen figyelmetlen vagyok hiszen szóval a konstruktor még nincs kész, hát most jön a lényeg. Jó, na, tehát ugye a konstruktort itt átadtuk a paramétereket, ugye hívjuk az ősosztály konstruktorát, ezzel majd valószínű létrejön a példány, de nekünk ugye be kell paramétereznünk a, az egyes tagokat is, tehát ugye az egyes vigyeteket És akkor itt jöjjön elsőnek a next button, és ugye itt, nyilván minden vigyetnek megvan a maga módja, hogy hogyan kell. Alapvetően az ősosztály konstruktora nagyjából adja a sorrendet, tehát kell egy pont, hogy honnan méret, szélesség, magasság, illetve egy string, amit rá akarunk írni. Hát nyilván ez, a, ahol értelmezve van. Kezdjük akkor a next nál és itt most próbálok azt szerint haladni, hogy hogy amit itt följegyeztem magamnak, tehát a koordináták, illetve méret. Így van. Jó, tehát akkor első pont, ugye ez a next button, hogy hol legyen. Hát ez mondjuk a, én az x maxhoz képest kicsivel visszább, de az ablak tetején. Így van, 150x40-es méretbe. A felirat ugye legyen az, hogy next, és ide jön ugye a callback, na de, ezt a callback-et most elegánsan egy lambda expressionbe fogjuk megírni. És ugye, mert így akkor kikerüljük azt, hogy függvénypointerekkel kelljen nekünk úgy különösebben szórakozni. Jó, egyrészt van egy címünk, és itt pedig tényleg ugyanazt fogjuk csinálni, mint az imént csak itt most nem Simple Window, hanem Lines Window referenciára kasztoljuk ugye a PV-t, és annak hívjuk a Next tagját. Jó? Tehát tulajdonképpen ugyanazt csináljuk, mint az imént, csak itt most egy egyszerű ilyen lambdát használunk. Szerintem ez így valamelyest egyszerűbb, egy függvényel kevesebbünk van. Mármint aminek neve van, mert nyilván ez is függvény, csak ennek így nincs most neve. Jó. Na, hasonló módon csináljuk meg a Exit Button-t, pontosabban a Quit Button-t. Ez nem ugyanoda kerül, hanem ez egy picit a rép, hát közvetlen mellé. Ennek Quit lesz a felirata, és itt pedig a Quit függvényt hívjuk. Nagyon jó. Okés. Tehát itt most megmondtuk azt, hogy egyrészt hol legyen, mekkora legyen, mi legyen a felirat, nyilván ez a szokásos, illetve itt adtuk meg, hogy mi történjen, ha megnyomjuk. Tehát tulajdonképpen ez a callback, ez az, ami végrehajtódik akkor, amikor megnyomjuk, és igazából itt a végrehajtásban csak annyi van, hogy hívja a next függvényt, és ugrunk ide a next függvényhez. Jó, és szépen ez itt végrehajtódik. Na, csináljunk meg a maradékot. Ez pedig a next x. Uh, így van. Uh, hát ez igazából a, a szövegbekérő szövegbe kérő fieldek. Hova oh, tesszük ezt? 300 nulla. És mekkora méret? 50-40. Jó, hát ezzel játszhattuk ti is, hogy, uh, hogy mekkora legyen. Adjunk elé egy címet. Így van, ez a szöveg lesz előtte tulajdonképpen. Next X. Csináljunk meg ezt Y-ra is. Csak ez már nem oda fog kerülni, hanem ez kicsit mellé. Jó, és mi kell az x, Ugye az outbox, hát ez meg az ablak elejé valahol. Ez picit nagyon, mert ugye szöveget írunk ki, picit szélesebb, és ide így van. Jó. Na, tehát ezekkel szépen beparamétereztük az egyes widgetjeinket, ugye a gombokat, illetve magát, ugye a szöveg bekérő szövegkiíró mezőket. Jó, és amit még tenni kell, az az, hogy föl etetseljük az ablakra, tehát szépen hívjuk az etetcset. az összes tagra. Opa. Na, próbáljuk ki. Na, még a végén működni fog. Oké, okay. jó, na és akkor itt van nekünk a, az ablakunk. E, és akkor írjunk be koordinátákat, mondjuk legyen 200-300. Oké, okay, itt a Karenbe megjelent a 200-300 koordinát, tehát ugye még nem rajzolt ki semmit, még csak egy pontunk van. Akkor vegyünk fel egy 253.50-et. Next. Oh, érdekes. Lehet, hogy valami csak nem lesz jó. Nem rajzolja valamiért a QPL-t. de kilép. Jó, akkor kicsit dibagolunk, ugyanis ö, valami ezek szerint akkor kimaradt. Még lehet, hogy a next gomnál van valami. Na, tehát elkérjük a koordinátákat, hozzáadjuk a lineshoz. Ezt kiírjuk, és hívjuk a ridrót. Hát, szerintem ez itt jó. Mindjárt ránézek a jegyzeteimre. Jó, hát a QIT az működik, ezzel nem foglalkozok. Uh, Oké, okay. is. Jó. Márka. Márká. Köszi, köszi. Az lemaradt. Én megköszönöm a figyelmet, mert picit elhúzódott a dolog. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ilyen sokan, mégpedig ünnepnapon ráadásul. Úgyhogy a héten akkor erről beszélnénk, nyugodtan lehet már védeni is. Tanuljatok, programozzatok hiszen ez a legfontosabb most. További szép estét, szevasztok!